napirend utáni felszólás jelentkezett Novák Ördő Mi Hazánk részéről. Kormánypárti képviselők miért szivárogtatnak a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésére, miközben a Mi Hazánkat kirekesztik onnan címmel? Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, kitiltott a kormánypárti többség a Nemzetbiztonsági Bizottság üléséről. Noha a Mi Hazánk képviselőjeként sikeresen átmentem a nemzetbiztonsági átvilágításon. A titkosított tanácskozáson csak az MSZP és a Jobbik bizottsági tagja vehetett részt a kormánypártokén kívül, majd még aznap kiszivárogtatták a magyar nemzetnek a számukra kedvező információkat, amiből már úgymond rendszert is csinálnak. Ezért feljelentést tettem a BTK 265. paragrafusa szerinti minősített adattal visszaélés és a 305. paragrafus szerinti hivatali visszaélés gyanúja miatt. A Mi Hazánk országgyűlési ciklus elején elsődlegesen a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöki posztját kérte, majd miután a kormánypártok nem adták, legalább bizottsági helyre tartott igényt abban a Nemzeti Radikális Párt, de azt sem kapott. Ezért az országgyűlésről szóló törvény 40. paragrafusa alapján a bizottsági tagsággal nem rendelkező frakciónak járó tanácskozási jogú részvételt kérte a Mi Hazánk nemzetbiztonsági ellenőrzésen honvédelmi bizottsági tagként átment képviselőként számomra. Azonban a kormánypárti képviselők indokolás nélkül leszavazták a zárt ülésen való részvételi szándékomat, így egy parlamentbe önálló listán bejutott pártot rekesztenek ki a bizottság információhoz jutó köréből. Szakértőnk jelenlétét sem engedélyezik ezen kívül, pedig az OGT törvény szerint képviselő csoportonként egy szakértő az országgyűlési bizottság ülésén adott napirendi pont tárgyalásánál jelen lehet. Így fogalmaz a törvény, hát vagy inkább mégsem lehet jelen, úgy tűnik. Ezek után különös gátlástalanság volt a zárt ülés egyes adatait kiszivárogtatni a magyar nemzetnek, mely még az ülés napján megírta, hogy titkosszolgálati vizsgálatot rendelt el a bizottság a baloldali pártok külföldi kampány támogatásának ügyében, melyet a lap szerint a következő hetekben folyamatosan vizsgál a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt üléseken. A Mi Hazánk szerint teljes nyilvánosság előtt kellene vizsgálni a Márki-Zay Péter által beismert kampányfinanszírozási törvénysértést, illetve a Facebook szerepét, hiszen a külföldi érdekcsoportok beavatkozása a magyar választásokba nemzetbiztonsági kockázatot is jelent, de fel kellene tárni a másik oldalon a CÖFCÖKA, illetve a Kövess Minket 2022 Kft. És hasonló fedőszerveik milliárdos kampányköltéseit és forrásaikat is. Ha már nemzetbiztonsági kockázatról beszélünk, akkor említsük meg, hogy lesöpörték egyhangúan a kormánypártok és a balliberális ellenzék, tehát az összes többi párt, a Mi Hazánk mozgalmat leszámítva, azt a törvénymódosító javaslatomat a héten, miszerint a képviselők esetleges kettős többes állampolgárságáról kötelezően nyilatkozni kelljen a vagyonnyilatkozat keretében, ahol kell nyilatkozni például közeli hozzátartozók nevéről is, és még sorolhatnánk, ugye egyébként nyelvismeretről és egyebekről is kell nyilatkozni egy képviselőnek. Azt gondolom, hogy a transzparencia jegyében szükség volna tisztán látni, hogy ki milyen kötöttségekkel rendelkezik, vagy épített ki magának egyfajta menekülő útvonalat, mondjuk egy afrikai banánköztársaságba. Ha emlékszünk még a volt államtitkár Simon Gábor, az MSZP egykori elnök helyettesének esetére, akinek a, hát nem csak a bécsi bankszámláján találtak meg ugye 240 millió forintot, hanem az itthoni széfjében több 10 millió további tisztázatlan eredetű pénz mellett egy közép-afrikai köztársaságba szóló útlevelet is. Azt gondolom, hogyha valaki egy ilyen afrikai banánköztársaságba épít ki menekülő útvonalat, az eléggé beszédes és ráirányítja a figyelmet, hogy itt mondjuk egy vagyonosodási vizsgálatra szükség volna. Illetve nagyon sokaknál merült föl ugye a szintén nemzetbiztonsági kockázatként is ugye a különböző titkosszolgálatokkal való együttműködés. Szabó Tímeánál már sokszor hallottuk, hogy CIA ügynökség gyanújával illették, de hát legutóbb Murányi Levente, a Jobbik utolsó 56-osa, immár kilépett 56-osa mondta néhány hónapja, hogy Gyöngyösi Márton is CIA ügynök, a Jobbik jelenlegi elnöke. Én azt gondolom, ideje volna tisztán látni ezekben a kérdésekben, és hadd hozzam zárásként csak az izraeli példát ide, hiszen
tudjuk jól, hogy ott nem csak hogy nyilvános a képviselő kettős állampolgársága, de le is kell mondjon, vagy az állampolgárságáról, vagy a mandátumáról. Ilyen értelemben a Mi Hazánk Mozgalom javaslata egy számomra is egyébként már-már vállalhatatlanul mérsékelt javaslat, de bízom benne, hogy kompromisszumként azért mégis előbb-utóbb meghallgatásra találhat. Ha ehhez kell egy kis társadalmi nyomás, előbb-utóbb meg lesz az is. Köszönöm.